silány módon reklámozzák Romániát az ország turizmust népszerűsítő oldalain, holott számos turisztikai kincsben bővelkedik az ország. A legelhíresültebb célpontok közé tartozik a Transfogaras, és ez is csak a követőiket megtévesztő hiteltelen videókat közzétevő influencerek miatt. Nem épp a legjobb módon próbálják népszerűsíteni a romániai turizmust. Nem csoda, hogy tavaly a hazai bevételek mindössze 14%-a származott idegenforgalomból és az ezzel kapcsolatos tevékenységekből. Az országba látogató 1,5 millió külföldi turista nem is töltött sok időt az országban, mindössze 2-3 éjszakára foglaltak szállást. Nem volt nagy a pénzügyi keret sem az ország népszerűsítésére, alig 1,5 millió eurót szántak erre. Az online térben is csak egy gyengécske, semmit mondó, ritkán frissülő Facebook oldalra és egy YouTube csatornára futotta. Az ország hivatalos idegenforgalmi portálja sem különb, de nemzetközi szinten sem képviselteti magát Románia. Nagyon fontos lenne erre egy jó anyagi tőke, tehát nagyon könnyen fel lehetne lendíteni, hogyha erre az ország fordítana némi figyelmet, úgy anyagilag, mint abból a szempontból, hogy képviseltesse magát. Például, ami hatalmas nagy probléma, hogy idén is a berlini nemzetközi turisztikai vásáron például Románia volt az egyedüli olyan ország, aki nem képviseltette magát. Románia turisztikai stratégiája szerint 2025-ben közel 2,8 millió turista látogatására számítanak, 2035-ben pedig 4,5 millióra. Az ország hivatalos népszerűsítésének hiányosságait jól mutatja a Transfogarason barangoló úgynevezett barátságos medvékről kialakult kép. Sok turista ugyanis az influencerek megtévesztő videói alapján jön Romániába medvenézőbe, nem veszik figyelembe, hogy a medvék etetése és megközelítése szigorúan tilos. Ennek legutóbb egy lengyel turista esett szinte áldozatául.